Az ebédet melegíti Panni néni. Ő is nagyon várja már az emelt nyugdíjat és a prémiumot. Az asszony azt mondja, nagyon nagy szükség volt már erre, hiszen az emelkedő élelmiszer és energiaárak miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a nyugdíjasok. A kormány döntése szerint a 4,5%-os emelés január 1-jéig visszamenőleges hatályú, így azt ebben a hónapban egy összegben kapják meg az idősek. Nyilvánvaló, hogy segítség, hiszen minden fillér a mai világban jó helyre tud kerülni. Ugyanakkor igazán örülni nem tud neki az ember, mert ennek állandósulni kéne. Ennek mindig így kéne lenni, hogy gond nélkül meglehessünk hónapról hónapra. Én szerencsés vagyok, mert családban élek, van segítségem. Összetudjuk, amink van, rakni, szó szerint, és ugyanakkor sérelmezem, hogy választanunk kell fűtés és étkezés között. A kormány idén már harmadszor emeli a nyugdíjakat. Fontos tudni, hogy az emelés csak azoknak jár még az idén, akik a tavalyi évben vonultak nyugdíjba. A szankciók azonban nem kímélték ezeket a kifizetéseket sem. Az idénre jelzett 4%-os gazdasági növekedés elmaradt, ezért a nyugdíjprémium maximális összege 10 000 forint lehet. Az inflációs nyugdíjkiegészítés november 10 és november 15-e között kapják készhez a nyugdíjasok. Ez a 4,5%-os emelés januárig visszamenőleg jár, és a 13. havi nyugdíjra is érvényes. Ez idén már a harmadik nyugdíjemelés, hiszen januárban 5%-os, júliusban 3,9%-os nyugdíjemelés is volt. Emellett a gazdasági növekedésnek köszönhetően még idén novemberben lehetőségünk lesz nyugdíjprémiumot is fizetni, már 5. alkalommal, és az idősek jövőre is számíthatnak arra a 13. havi nyugdíjra, amelyet a baloldali kormányok vettek el tőlük. A novemberi emelést a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban, az árvaellátásban, az özvegyi nyugdíjban és a baleseti és rokkantsági járadékban részesülők is megkapják. A kiegészítő emelés beépül az ellátás összegébe, így decemberben is az emelt nyugdíj érkezik. A pénzt november 12-én utalja a Magyar Államkincstár. Aki postai úton kapja meg a nyugdíjat, annak a szokásos naptári napon viszi ki a postás.